Köszöntöm a Hírháttér, ahogy szoktam volt mondani, sporttagozatának nézőit. Ruth Kálmán lemondása után gyorsan megtalálta a Mosonmagyaróvári Kézlabda Klub az új edzőt. Most Láti Tamást, az MKCSE új mesterét üdvözölhetjük először itt a stúdióban. Itt, amikor elkezdtünk beszélgetni, kérdeztem, hogy hogyan ejtem helyesen a nevedet. Azt mondod, hogy Tomás Láti. Mondom, lehet, hogy nekünk egyszerűbb a Láti Tamás. Szóval mesélj egy kicsit, ugye nem magyarországi származású vagy. Hát nem, Salaru vagyok, ott kezdtem mint edzői pályafutásomat. Ez hol van? Itt 60 kilométert. Szlovákiában. 60 kilométert van a Győrtű. Tehát a Szlovákiából indult a Szlovákiából. Milyen csapatokban játszottál, és aztán hogyan jutottál ilyen magas szintre, hogy hova azt majd hamarosan megbeszéljük? Hát kézilabdát, mint játékos során kezdtem, és aztán elkezdtem, ezután nem játszottam más csapatoknál, csak itt Salán, aztán már elkezdtem edzősködni, ahogy iskolában elkezdtem tanulni a főiskolán, már elkezdtem edzősködni, és pont itt Salán kezdtem a utánpótlásnál, aztán fölhívtak engem itt Nagy Mihályra, ami akkor most is a legjobb szlovák klub. Ott dolgoztam, mint utánpótlási vezetőedző, aztán megint egy kicsit tovább léptem, és mint másodedzőként jött a magyar Józsi Vura, annak tolmácsoltam, mint másodedző, és aztán ott, ha véget érte a szezon, akkor elkezdtem a pályafutásomat, mint elsőedző, és elmentem Partizánszkira, ami most harmadik, negyedik csapat a szlovák bajnokságban, és onnan itt elmentem Prágába, és ott két éve ott edzősködtem, és onnan jöttem most ide. Ugye jól tudom, hogy a szlovák és a cseh liga az egy közös bajnokság. Ugye? Igen, az is egy közös. Milyen erőviszonyokat képviselnek az ottani csapatok a magyaréhoz képest? Gondolom. Alacsonyabb. Hát, biztos, hogy alacsonyabb az igaz, de van két vagy három csapat, aki szerintem egy kicsit üti ezt a szintet is, és ebbe a bajnokságban nem vesznének el, az a Nagy Mihály, az a szlovák bajnok, és a Banyik Most, az a cseh bajnok, ezek a csapatok biztosan ütik ezt a szintet, és még van ott a Duszló Sala, szerintem többen is ismerik, no, és cseh csapat még a Poruba és a Szlávia. A Duszló Salát bizonyára ismerik a tévénézők, vagy a kézlabda fanatikusok, hiszen edzőmérkőzéseket is játszott már vele a Mosonmagyaróvár, és akkor te melyik prágai csapattól jöttél ide? Én a Szláviától, Szlávia Prága. No, azért hát gyakorlatilag egyszer jött a hír, hogy Ruth Kálmán lemondott, és már is van új edző. Milyen körülmények között, mennyit tudtál gondolkodni a lehetőségen, hogy Magyarországra gyere, és egyáltalán mi motivált, hogy ide Magyarországra gyere edzősködni? Hát biztos, hogy egy az, hogy nem volt sok idő a gondolkodásra, de úgy, mint a játékosnak, van a edzőnek is egy pár ilyen lehetőség a karrierbe, hogy kap ilyen ajánlatot, hogy tovább tud lépni, és én is pont volt, ez volt az első gondolatom, hogy most magamra körülött egy kicsit gondolnom, hogy most van, itt van ez a nagy lehetőség kimenni Magyarországról, erősebb bajnokságról, és mint én, minden játékos úgy a edző is fejlődik, akkor én ezt a lehetőséget úgy is veszem, hogy ez egy nagy fejlődés a számomra is. Viszont, ha abból a szempontból nézed, Prága után, Mosonmagyaróvár, azért talán egy kicsit visszalépés már így földrajzilag. Hát az földrajzilag így beszélhetünk róla, de kézilabda szempontról biztos, hogy nem. Szerintem ez az, hogy valaki magyar bajnokságba edző, az biztos nagyobb szint, mint ebben a csehszlovák bajnokságban, ha valaki edző. Ugye Mosonmagyaróvári csapatnak a vezetőedzője lett, és azt mondtam, hogy olyan fiatal szakembernek tűnsz, és talán nem titok, hogyha elmondod, hogy 28 esztendős vagy, ez tényleg egy nagyon fiatal karrier. Mekkora tapasztalat van mögötte, szóval mekkora felelősség ez? Meg tudod-e majd tölteni ezt a nagy kabátot, amit ez jelent felelősséggel? Tehát ezt a felelősséget tudod-e magadban vállalni? Hát elsősorban az, aki
fél a lehetőségtől, vagy fél a felelősségtől, az nem lehet edző, úgyhogy én is nem félek ettől a lehetőségtől. Természetesen itt van ez a nagy feladat, ami előttünk áll, de ha jól fogunk dolgozni, és keményen fogunk dolgozni, és a edzéseken oda tesszük magunkat, akkor szerintem sikerülhet, és a tapasztalatom az ma pontosan 3 szezont első edzőnként voltam ebben a csehszlovák bajnokságban, úgyhogy szerintem már egy pár év már utánom is van. Rod Kálmán igazából egy idősebb, nagyon karakteres edző volt, viszont egy fiatal csapat élén, viszont te sokkal közelebb vagy korban a lányokhoz. Mennyire ismered már a csapatot? Hogyan fogadtak téged? Hát azt, hogy ők hogy fogadtak engem, azt szerintem a kérdés a csapatra, de nem érzem azt, hogy valamilyen negatívan fogadtak volna. Én próbálom ezeket az első edzéseket nagyon pozitív arányon, hogy pozitív legyen minden, de azt, hogy ők szerintem jól fogadtak, de azt, hogy én is fiatal vagyok, az egy dolog. A Kálmán az megint jó nagy tapasztalat edző volt, úgyhogy ez így lehet ránézni, meg így is rá lehet nézni. Figyelj, most tűzoltani érkeztél, vagy egy hosszabb távú karrierrel tervezel itt Moson Magyaróváron? Mert ugye most egy nagyon nehéz szakaszban, a rájátszás előtt vetted át a csapatot, ahol még az is lehet, hogy kiesik az NB1-ből a Moson Magyaróvár, bár ezt nagyon nem szeretnénk. Hát minden benne van, ahogy szokjátok mondani, minden benne van a pakliba, de mint mindent megteszünk azért, hogy benn maradjunk, de hát én bízok benne, hogy nem csak ez a rövid időszak lesz azt, amikor én itt leszek, de hogy még biztos, hogy tovább is itt akarnak maradni, hogy mert 2 hét múlva nem nagyon lehet ezt a munkát, vagy valahogy megmutatni, hogy lehessen, az a munka, amit megcsinálok, nem nagyon fog látszódni még, de csak most csak icipici dolgokon lehet változtatni, most csak a csapatot bíztatni kő, és hogy oda tegye magát, és hogy legyen bennünk ez a nyereményi vágy. Az alapszakaszban bizony sokszor csak egy nagyon-nagyon pici dolog hiányzott a győzelemhez. Tudod hozzá a kulcsot, hogy mi kell hozzá, hogy felénk forduljon a dobókockán a 6-os, hogyha lehet ilyen hasonlattal felvezetni egy kérdést? Ez nem egyszerű megmondani, hogy tudom ide, de biztosan vannak dolgok, amit kipróbálunk, hogy ezeket a végjátékokat próbáljuk hozni, de biztos az is benne van, hogy ez egy fiatal csapat, aki egy kicsit lehet, hogy hiányzik a tapasztalat, de ahogy ők a küzdelemmel sokat tudnak pótolni. Ismered-e már a játékosaidat? Tudod, hogy kire hogyan számíthatsz rövid távon, hosszú távon? Például a csapat legjobb játékosa, a legnagyobb neve Tóth Gabi, jövőre már nem lesz a kerettagja. Szóval, hogy mennyire látsz már tisztán? Hát biztosan most nem arról gondolkozok, hogy ki lesz a csapat, vagy ki nem lesz. Most arra kell fókuszálni, hogy most itt van ez a bizonyos létszám játékos, és ezekkel a játékosokkal kell ezt a szezont végig játszani. Úgyhogy most ez az első, az megint a másik dolog, hogy ki lesz, vagy ki nem lesz. Úgyhogy és megismertem, itt ma szerintem a neveket elég jó is tudom, ezt tanulom éjjelként, hogy a csapat érezze, hogy én minél gyorsabban akarok minél közelebb jutni a lányokhoz, de mondom, hogy most erre koncentrálni, hogy most mi ezzel a csapattal, ami itt van, hogy mind az összes játékos oda tegyen magát, és küzdjön a csapatért, és küzdjünk azért, hogy mint csapat érjük el azt, hogy bent maradjunk a bajnokságban. MTK, Szeged, Vác. Mit gondolsz erről a 3 csapatról? Hát biztos, hogy egy ellenfél sem nem egyszerű, és most az, hogy egy hogy a alapszakasz véget ért, és most jön a rájátszás, és mindig, mintha álmodan, mint egy más új bajnokság jön, mindenki máshogy fog fölkészülni, mindenki többet fog odafigyelni, mert mindenki biztos bent akar maradni a bajnokságban, úgyhogy nekünk nagyon fontos lesz az, hogy minden egy meccsre jól legyünk fölkészülve, mind taktikailag, fejbe, pszichikailag, meg fizikailag, úgyhogy legyen ezek a nyereményi vágyok, hogy benne legyenek abban a csapatban.
Láttad-e a csapat alapszakaszbeli meccseit az imént említett csapatok ellen? Foglalkozol-e már ezekkel? Ha megtudtam azt, hogy itt van a lehetőség, és én elvállaltam, ez volt első, amit megcsináltam, hogy tudtam, hogy ki ellen fogunk játszani, megnéztem már ellenfeleket, és most már ezen dolgozunk, az van előttünk, a MTK meccs az a első, és már arra próbálunk koncentrálni, és már egy-egy dolgokat, amit csinálunk ma edzéseken, ma pont a MTK-ról van fókuszálunk, vagy ma ezeket egy-egy dolgokat csináljuk úgy. Hogyha jól tudom, azt mondta, is edzőváltás volt, úgyhogy nem lesz aztán egyszerű dolog sehol sem. De hát annyira szeretik itt Moson-Magyaróváron a kézlabdát, itt az egy évben, hogy nem tudok mást elképzelni, mint hogy ott maradjon a csapat az NB1-ben. Többes számba beszéltél, új stáb is jött veled a csapathoz, vagy egymagad érkeztél? Én csak magam érkeztem. Tehát akkor a Robival együtt fogjátok együtt csinálni. Van-e valamilyen olyan edzői filozófiád, amit szívesen osztasz meg itt a tévénézőkkel? Hát azt már többször elmondtam, hogy az a legfontosabb, hogy a edzésen meg a meccsen is a lányok oda tegyék magukat, és úgy dolgozzanak, mint egy csapat egységesen, és azt a pályán is kell látni, és a pályán kívül is. És ez lenne az első dolog, ami biztos segít nekünk, ha a csapat oda teszi magát, akkor ezek a technikai vagy taktikai hibákat is tudja pótolni, ahol hogy nagyon fog küzdeni, és én remélem, hogy azt úgy, ahogy mondtad, hogy itt jár sok néző, és itt Moson-Magyaróváron szeretik a kézilabdát, hogy segítenek nekünk, és buzdítanak minket a meccs közben. Lesz olyan a csapatban, aki játékosod, aki idősebb nálad. Ilyen szituációban voltál már? Tehát fogjuk, hogyan kezeled majd mondjuk a Petrucci Dafit? Hát biztos, hogy van a Viki, az idősebb tőlem, de összes csapatnál, ahol voltam, mindig volt idősebb játékos, de az a legfontosabb, hogy ezt a idősebb játékost a magam mögé kell állítani, és ha megérzi azt, hogy én akarok neki segíteni, akkor biztos ők is segítenek nekem, mert ezek a játékosok azért vannak ott, mert ők is nyerni akarnak, és bent akarnak maradni, pont a Vikivel beszéltem, és elmondta nekem, hogy ő felszántsa a pályát, hogy benn maradjunk, akkor nekem ez nagy erőre lök ki is, ha ezt hallom, ilyen idősebb játékostól, tapasztalt játékostól. Milyen volt az első edzés? Milyen volt a lányokkal az első közös munka? Hát az első edzésen először az a beilleszkedés volt a fontos, néztem a edzést, először Robi vezette, de most már én vezetem, de hát első sorban látni rajtuk azt, hogy nagyon akarnak, és nagyon oda teszik magukat, és amit mondtam, hogy ez a legfontosabb, és azt, amit mondom nekik, koncentráljanak, ez mind benne van, de biztos, hogy vannak hiányok is, de most nem ezt kell erősíteni, de a pozitív dolgokat kell erősíteni. Lesz olyan játékos, akiről már tudod, hogy nálad több lehetőséget fog kapni, mint az Kálmánnál az alapszakaszban? Hát ezt így most nem tudom elmondani, mert még vannak előttünk edzőmeccsek, és azt, hogy a Kálmán a munkáját biztos jól csinálta, azt én benne vagyok, de azt így most pontosan nem tudom elmondani. Pont úgy abban a meccsben, aki jól fog teljesülni, az ott lesz, annak ott lesz a helye a csapatban mindig. Milyen a Moson-Magyaróvári, tehát a győri légkör, nem tudom, hogy hol élsz pontosan, milyen itt Magyarországon az első benyomások számodra? Hát milyenek az első benyomások számodra? Hát elsősorban én már a Győrt, vagy itt eljártam, meg anyám itt kézilabdázott Győrbe, úgyhogy mint kisgyerek itt eljártam, úgyhogy a Kálmán is engem ismer, mint gyerekként ő meg a anyámnak a edzője volt, úgyhogy én itt Magyarországon a kézilabda kört, ezt én nagyon élvezem, mert itt nagyon magas szinten van a kézilabda, úgyhogy én nagyon jól érzem magam itt. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat a televízió hírhátterébe. Remélem sok jó hírt, és majd a rájátszás után pedig az NB1-es tagságnak fogunk majd együtt örülni. Lavati Tamást hallották a hírháttérben, köszönöm, hogy bennünket választottak. Kollégáim nevében búcsúzom, a viszontlátásra!